Szűcs Melitta 16 éve végzett kozmetikusként, mesteroklevelet szeretne szakmájából, ezért jelentkezett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett kurzusra. Október végén tartották a gyakorlati vizsgájukat. A cél elsősorban az volt, hogy nagyobb szakmai tudásra tegyek szert. Nagyon fontos volt számomra az, hogy új embereket ismerjek meg, illetve új dolgokkal ismerkedjek meg, különböző kozmetikai gépekkel, új hatóanyagokkal, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy részt vettem, mert nagyon szuper oktatókkal ismerkedtünk meg. Tanulókkal is szeretne foglalkozni, a gyakorlati oktatáshoz pedig alapfeltétel a mesteroklevél. Arcbőr kezelése különböző krémekkel, műszerek segítségével, masszázs, látványsmink készítése. Ezeket a feladatokat végezték el többek között a vizsgázók a Pécsi Simonyi Károly Technikum és Szakképzőiskola oktatótermében október 30-án. Nagyon szépen felkészültek a vizsgázók. Ahhoz, hogy valaki mesteré váljon, nagyon fontosnak tartom, hogy alapos, precíz munkát végezzen, hiszen fontos, hogy ők szeretnék ezt a következő generációnak is átadni ezt a tudást, úgyhogy fontos, hogy ezt ők hogy sajátítják el, hogy mutatnák be, és hogyan fogják majd tovább átadni a tanulóknak. Fontos az is, hogy mennyire jól kommunikál a vendégeivel a kezelés során a kozmetikus. Mennyire jól tudja elmondani, milyen kezelést alkalmaz, és ez milyen hatású, mondta a vizsgabizottság elnöke. A kozmetikus mestervizsgára 10 jelentkeztek. Ők olyan szakemberek, akik minimum 5 év egybefüggő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Ez a mestervizsgáztatás alapfeltétele.